Nagy nehezen sikerült még három játékos találni arra a nagy feladatra, hogy a Shadows of Evil pályának az easter egg-ét teljesítsük. Élőbe eljutottam addig a pontig, amikor teljesítettem a karnak a fejlesztését. Lehetett volna még szólóba tovább haladni, de nem tudtam a lépéseket, úgyhogy innentől kezdve mondom el, hogy miket csináltunk. Négy fős scope módba játszottunk, mert csak így lehet befejezni az easter egg-et. Szóval, röviden az elejéről mindenki megcsinálta a rituálokat, kinyitottuk a pekopáncsot, mindenki megszerezte a kardját, mindenki fejlesztette a kardját. És utána, miután megvolt mindenkinek a kardfejlesztése, megjelenik Nero-nak a könyvtárába, az az első rituál hely, egy könyv a földön. Meg kell nyomni a gombot, és akkor elkezd felemelkedni. Hát ezt nem tudtam rögzíteni, amikor ez megtörténik, mert ők nagy gyorsan csinálták az egész dolgot, már mondták, jaj, hogyha már fejleszted a kardodat, akkor én már ott leszek a könyvnél. De aztán később oda tudtam menni arra a helyre, szóval a kb. Így nézett ki, amikor úgy felemelkedett. Utána ez megtörtént, ha lemegyünk oda a metróállomás szerűségre, akkor ott megjelenik egy zászló. Ezt a zászlót meg kell fogni és kivinni felülre, a felső részre, ott pedig letenni ilyen különböző szikrázó helyekre. Nagyon sok ilyen van, több körön keresztül kellett, szerintem mindegyik disztriktre el kellett menni, de nagyon sokszor kellett ezt csinálni, mert letesszük, aztán jön a sok ellenség, és itt amikor felvesszük a zászlót, akkor már csak ezek a fasírt golyók jönnek, meg a repkedők jönnek, meg a Shadowman jön, amikor tesszük a zászlót. El akarják pusztítani, ezért mindent be kell vetni azért, hogy ne pusztítsák el, le kell lőni a Shadowman meg ezeket a kis ellenfeleket, és miután ez megvolt, felvesszük onnan és szaladunk a következőhöz. Azt hiszem három ilyen helyen lehet megcsinálni, és miután megvan, vissza kell vinni ezt a zászlót ahhoz a szellemhez, akitől elvettük a kardfejlesztési lehetőséget. Tudjátok, ahol a rituálé helyeken, ezt az élőbe is láthattátok, azokon a helyeken, ahol rituálét végeztük, ott megjelent ez a Keeper, elvileg ez a neve, egy ilyen szellem, és akkor tőle kértük el azt a új tojást, amivel fejlesztettük a kardot. Na, ugyanide kell visszavinni neki a zászlót mindegyik rituálé helyhez, szóval négyszer kell ezt a háromas védelmet megcsinálni, tehát ezt a zászlót meg kell védeni háromszor, elvinni a rituálé helyre, odaadni annak a szellemnek, és ezt megcsináljuk négy alkalommal. Minden egyes alkalom után ez a Keeper onnan le fog jutni a Pekopáncs részhez, ott, ahol azok a kukacok, vagy mik a gatewormok voltak, ott fog megjelenni előtte egy keeper, hogyha egy case van. Na, ezt négyszer megcsináltuk, mind a négy megjelenik, lemegyünk oda, mind a négyen, mindegyik aktiváljuk, és akkor így középre fog lőni a Shadowmanre. Ekkor az egyik játékos bekapcsolt egy olyan gabulgamot, ami azt tette, hogy a zombik nem mozdulnak. Hát ez elég durva, de ilyenkor nem mozdult az összes zombi, és akkor nagyon könnyű volt legyőzni. Aktiválni kellett ezeket a keeperöket, akkor a Shadowmannek a pajzsát leszették, mi pedig lövöldöztük, és hátrált onnan egészen az asztalig, az asztal fölött akkor egy olyan nagy, hatalmasan kukacsá változott, amit megszereztünk, hogy ez olyan furcsa ezt beszélni. És miután ez megvolt, végtelen beast módot érhettünk el, mert most már csak margvák érkeztek a pályára, ráadásul olyanok, hogy lila volt a szájuk, hogyha egy margvát legyőzünk, akkor kapunk egy beast módot, ugyanúgy oda mentünk ehhez a kék kis lánghoz, és át tudtunk változni olyan szörnyé. Ekkor az végtelenségig tartott, kivéve, hogy a sebzést kapunk a margvától, vagy pedig sebzést az ilyen lila körtől, ami a földön volt. Cél az volt, hogy a négy játékos kooperáljon. Három játékos elmegy a három különböző állomásra, vonatállomásra. A vonatállomáson pedig van egy ilyen akkumulátorszerűség, amire rá lehet lőni egy olyan elektromos csapást, és akkor világítani fog az a sín, ahol a vonat megy. Na, ezt kell mind a három játékosnak megtenni. A negyedik játékos pedig középen áll, ahol találkozik a három útvonal, és ott van három olyan keeper, azt a három keepert kellett neki megráznia, mert ott középen, ahol találkozik ez a három sín, ott van az a nagy gateworm, ami de elvileg a Shadowman került, és azt akarjuk így elütni, úgy, hogy feltöltjük a síneket. Na szóval, hogy történt ez a dolog? Az egyik játékos emberi módban volt, hívta az ő állomásához a vonatot. A vonat elindult, a másik két játékos, aki már ott volt beast módban, az megrázza ott az aksit, hogy kéken világítson majd a sín. Aki hívta a vonatot, az gyorsan átmegy beast módba, és az ő sínját is aktiválja. A negyedik játékos pedig a három keeperre lő rá. Nyilván én egy játékos voltam a négy közül, csak ennyit tudtam mutatni belőle, de hogyha sikerült, mindenki összekoordináltam magát, és egyszer csináltuk, nem volt könnyű, mert elsőre nem sikerült, akkor egy nagy piros lézerfény fog felfelé lőni abba a szájba, amit mondtátok még az élőben is, hogy megcsináltam a kardot, hogy nézzél csak fel, és akkor
fú, mekkora nagy száj volt, na az a szájra rálő egy nagyot, és jött a záró jelenet érkezett akkor, na ezt nézzétek. I'm so sorry, I really don't have time to explain. I have a universe to set right. Thank you, and goodbye. Megjelent Rick Token, és elvitte a summoning kit. Hú, aztán minden idő, így kapcsolódik most már össze, elvileg az Origins-el, vagy honnan jött, merre megy tovább, mi történik, nem tudom, én azt tudom, a Shadows of Evil-t akkor sikeresen befejeztük, megszereztem az összes achievementet, illetve befejeztem ezt az easter egget is, és kaptam ilyen különleges Dark Ops challenge-et, ez négy ilyen nagyon titkos challenge, gondolom az easter egg-ek, de akkor miért csak négy van, nem tudom pontosan, de ez az Apocalypse Averted nevű calling cardot kaptam, és az azt írja, hogy Shadows of Evil pályán segíts a többieknek. Na, hogy ki? Hát itt ezeknek a karaktereknek gondolom, nekik segítettünk, de hogy miért, vagy hogyan, és akkor az apokalipszis megelőztük, és akkor mi az a fej, ott az a Shadow Man-nek a fej, vagy mi az a nagy polip fej? Na, hát nem tudom. De azt tudom, hogy akkor most már kész vagyunk a Shadows of Evil, úgyhogy folytathatom a végigjátszást a többi zombis pályán, és hát van bőven zombis pálya, úgyhogy ja, most már jelentkezem élőben. És akkor a Shadows of Evil pályán, ott a jobb oldalt a sarokban, ott van az a kis matrica, látható, most már megvan a summoning key, rámegyek a Giantra, ott pedig bum, nincs ott, még nincs kész az easter egg, de mondjuk nem is summoning key van, hanem olyan kis kukac féleség, a gateben van ott. Szóval most már szólóba lehet nyomni Giant, Eisendrake, Zetsubou, Gorodkrovi, Revelations és a tovább pályákat, majd lehet egészen az Originsig szólóba is játszani. Főleg úgy, hogy már befejeztem a Shadows of Evil-t, hát lehet, hogy a több pályánál is lesz olyan, hogy élőzzük egyet rajta, de nem sikerül valami, és akkor azt külön videóba teszem, de szerintem ez jó, ez a formátum. Remélem tetszett nektek ez a videó, és nem volt túl fura, akkor most már tudjátok, mire számíthatok a továbbiakban, úgyhogy találkozunk legközelebb.